sziasztok! Rikári Féle Kurta vloggal jelentkezem innen a makói autóbuszállomásról. Mai makói fürdőzésem, makói gyógyfürdőben történt fürdőzésem során megtudtam, hogy Makó tele van Makovec által épített vagy tervezett középületekkel, épületekkel, és az egyik ilyen, ez az autóbuszállomás is, melyet 2010-ben építettek fel, és elég impozáns a kocsiállások melletti perontetőt tartó szerkezet, az ilyen megkövesedett fákat idéz. Nézzétek meg, hogy milyen érdekes formák, illetve természetesen, ahogy Makovecről annak idején megszoktuk, természetes építőanyagok, sok fa és egyebek, hát járjuk körbe ezt az épületet, és nézzük meg, egy-két buszt is látni fogunk útközben. Időközben rám sötétedett, nem tudom ti hogy vagytok vele, de engem lenyűgöznek ezek a Makovec épületek. Köszönöm, hogy ebben a kis kurtavlogban is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok! Csüssz!